tetszik. Először majd a balesetvédelmi oktatást hallgatok, mert a végén aláírással kell igazolni, és utána kezdjük el majd a... Együnk a kettőből számozol, hogy én vagyok az összes Tehát azért fontos a balesetvédelem, illetve a munkavédelmi szabályok betartása, hogy ne így végezzük, hogy a képen látszik, hogy így kelljen a störgő főző pohárral szaladni. Milyen általános szabályokat kell betartani? Tehát nagyon fontos, hogy a gyakorlat megkezdés előtt a tanulók a folyosón várakozzanak, tehát ahogy most szépen váltatok is engem, és csak tanári kísérlettel lehet belépni a laborba, és ott csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Csak a szükséges eszközök lehetnek a laborban, füzet, könyv, író, eszköz, NDD nem lehet benn. Köpeny viselése kötelező, ezt látom, hogy van mindenkinek, és a hosszú hajú lányoknak viszont össze kéne fogni a hajukat. Van egy gumi, hoztatok esetleg. Egy kettő, három, négy, öt, hat, 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 aki nem nincs összekült, te már halasz. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, össze van? Igen, össze van. Jó, akkor 8-at hozok. Tanulók a labor gyakorlat során csak a kijelölt munkahelyükön tartózkodhatnak, kötelesek a munkapad épségére, tisztaságra vigyázni. Tehát ez azt jelenti, hogy így a helyetek környékén, nyilván a kísérleteket majd fölállva végzitek, nem ülve, de tehát ne legyen az, hogy átmész a másik oldalra, mert valamit szeretne a másiknak mondani. Tehát csak így a ilyen helyzetváltoztató mozgásszerűségeket végezzetek. És fontos, hogy a tárca fölött kísérletezzetek majd, hogy ugye vigyázzunk a berendezés tisztaságára, épségére. Itt egy labor fölvételt látunk, ahol szintén ugye mutatja, hogy a tanulók mit viselnek, köpenyt, és nézzük meg a munkaasztalt, mit látunk ott, vegyszereket, így van, mikroszkópot, így van, főzőpoharakat, stb. Tehát csak szükséges anyagok vannak itt is jelen a munkaasztalon. Tanulók a laborban csak a kijelölt munkával foglalkozhatnak, és a gyakorlati munkát csak az órát vezető tanár engedélyével kezdhetik meg. Ez azt jelenti, hogy amikor egy kísérletet elkezdünk, előtte mindig megbeszéljük majd, és amikor azt mondom, hogy lehet kezdeni, csak akkor tessék neki fogni a folyamatnak, jó? Tehát, hogy figyeljék meg, meg először mindig felhívom a figyelmet, hogy hogy tartsátok a kincset, mit kell csinálni, és amikor ezt megbeszéltük, akkor csak utána kérdünk neki a kísérletezésnek. A tanári utasításokat mindig be kell tartani és pontosan végrehajtani. Laborgyakorlat során a tanulók csak az adott gyakorlatos szükséges anyagokat és eszközöket használhatják. Tanulók kötelesek a kiadott eszközök képességére vigyázni, szándékos rongálás során okozott anyagokat meg kell téríteni. Fontosabb munkaszabályok, csorgult vagy repett üvegedényt ne használjuk. Gyúlékony, mérgező vagy kellemetlen szagú anyagokkal csak vegyi fülke alatt szabad dolgozni. Tömény savak, rúgok hígításánál a hígítandó folyadékot csurgassuk a vízbe. Tömény kisak hígításánál különösen körültekintve járjunk el. Miért? Hogyan kell hígítani a tömény kisavat és miért pont? Ja. Találkoztatok ezzel? Hígítottak találvakkal? Tessék, picit gondolkodni. Tehát ugye két lehetőség van, vagy a tömény savat öntjük a vízbe, vagy a vizet a tömény savat. Melyik a jó megoldás? Hát, hogyha vizet öntjük a tömény savat, egy nagyon nagy heves reakció.
reakció lesz. Kicsak a tömítés, a rák, bocsánat, a bőrünkre, ruhánkat kimarni. Tehát ez így nem helyes. Mindig a tömítés, sova tömítés, az is, hogy nagyon óvatosan, lassan és kedergetés mellett szabad csak. A tömény savak és rúgok kiöntése, tehát csapva, csak úgy szabad, hogyha megnyitjuk a csapot és folyóvíz mellett. Miért? Mit csinálunk ilyenkor azért a tömény savval és a rúggal? Tehát vizet teszünk oda, mit csinálunk vele? Így van, így nyitjuk. Nagyon jó. Lefolyóban ne dobjunk olyan anyagokat, amelyek gyulladást okozhatnak, szűrőpapír, fasztárdát, ugye erre otthon is jelenni kell. Így néz ki a vegyi fülke, ez a másik labor részben található, tehát itt most csak készen tudom megmutatni. Jó, itt a tömítés, a kihítása, tehát az elve. Itt pedig az, hogy ugye tehát tömés vagy húgokat tudni tálalítsunk el a közbe. Vegyszeres üvegek dugóit ne cserélgessük össze, szilárd vegyszert tiszta vegyszeres kanállal vegyük ki, megmaradt vegyszert visszatenni nem szabad. Miért nem? Így van, tehát megszennyeződhet. Folyadékot úgy öntjük ki folyadék felbe, hogy a címkét ne szennyezzük össze, tehát mindig lássuk, hogy ugye mi van az adott üvegben. Folyadékot tartalmazó kémcsövet finoman mozgatva melegítsük, képcső nyílását soha ne tartjuk magunk vagy társunk felé. Ez lesz majd az első kísérlet, úgymond, amit elvégzünk, hogy megtanuljuk a kémcső helyes használatát. Vegyszereket közvetlenül megszagolni veszélyes és kellemetlen lehet. Hogyan szagolunk? Így van magunk felé. Itt láthatunk egy ábrát a kémcső helyes tartásra, még ez se egészen pontos, mindig kicsit még jobban megdöntve, és az oldalát melegítve célszerű tartani. Ugye a helytelen szagolás. Tűzvédelmi szabályok, ugye a laborba be kell tartani a tűzvédelmi szabályokat is, hogy megelőzzük a tüzet. A tűz és robbanás veszély jelképére különböző piktogramokat használunk. Robbanóanyagok, tűzveszélyes anyagok és égéstápláló anyagok jelzéseit látjátok. Ezek a különböző anyagokon feltüntetve találhatók. És nagyon így nézzük ezeket a piktogramokat, hogy tehát évelején nem biztos, hogy volt róla szó, hanem a ezedikes tankönyvnek a leges legelején ott az ötödik oldalon, amikor megtalálhatóak ezek a piktogramok. De ezek már az új piktogramok, tehát egy kicsit túlhaladott az a dolog, amit mi akár tanítunk itt iskolába, tehát ezek már újak, és egy kicsit különböztek attól, amit a tankönyvben, tehát a hetedikes tankönyvben láthattatok. Sőt, lesz olyan piktogram is, ami eddig nem volt, de most hol látható például a nyomás veszélyes, és igen, lesz neki. Erre biztos, hogy nem voltak eddig a tankönyvekben. Újak is vannak, meg egy kicsit mások a régiek, de azért jól felismerhető, hogy milyen veszélyek, jó, tűzvédelmi szabályok, hossz a szégőt használt után mindig olcsuk el, erre figyeljünk. Főleg azért ugye, hogy hajunk, ruhánk, új a füzetünk, ne érjen a lámba, ne gyulladjon meg. Gyufa ugye nem játék, nem gyújtogatjuk feleslegesen, hanem csak a szükséges. Vannak olyan anyagok, amelyek a levegővel érintkezve önmaguktól meggyulladnak, ezeknél fokozott óvatossággal kell eljárni. A laborban, ugye, hogyha esetleg tűz keletkezne, akkor tűzoltókészkék, illetve oltóhomokkal használatával fékezzük meg ugye a tüzet. Elektromos tüzeket vízzel oltani tilos. Miért? Így van. Égési sebek ellátása. Hogyan történik, ezt szokták tudni? Időműnök. Így van, és utána még vízzel célszerű bekötözni. Miért? Ne feltűnhessen el. Oltóhomok jelzése, tehát ha ilyen jelzést látok, ott oltóhomok találhatunk.
Hát igen. Jó, na mit látunk ezen a képen? A vasalék. Milyen tűz ez? Így van, a legfontosabb. Jó, ez pedig ugye, hogy hogyan célszerű fűteni, az enyhébb égési sérülést hogyan kezelhetjük. Balesetvédelmi szabályok, hogyha betartjuk akkor ezeket az utasításokat, és kellő óvatossággal járunk el, akkor a balesetek száma minimálisan csökkenthető. Mégis, hogyha megtörténne valamilyen vágás vagy sérülés, akkor azonnal szólni kell a tanároknak. Savval, lúggal való munka során használjunk gumikesztyűt, a bőre kerülő marvanyagot a terős vízsugárral azonnal mossuk le, savmarásnál a sérült részt 2%-os nátriumhidrogén karbonátoldattal kezeljük, még lúgmarásnál 1%-os savoldat. És akkor talán... Én mutatom gumikesztyűt, hát tele van, nem tudom nagy darabot venni, de nem számoljuk most meg. Szóval százalra gumikesztyűt van itt. Lehetne éppen használni, tehát elképzelhető, hogy valaki megeszébe jutott, sosavat fogunk használni rá, és nem volt egy egyik műanyag is vakora. Tehát sosavat fogunk használni, de olyan még a sós, amit nem kellettől azért majd nagyon megijedni, tehát nem veszélyes azért. De ha gondolod, akkor persze használjuk a gumikesztyűt, teljesen kölcsön is lenne, úgy gondolom. Ezek ilyen egyszer használatos kesztyűk, tehát hogyha használjuk, akkor legközelebb már nem tudom használni. Igen, csak ezt szerettem volna mutatni. Tehát ha tömény savval vagy lúggal dolgozunk, a gumikesztyű használatlan mellett még célszerű védő szemüveget is használni. Ha szemben marhóanyag kerül, az bő vízzel, folyócsap vagy szemöblítő pohár segítségével azonnal kisúti. Savmarásnál 2%-os borraxoldattal, lúgmarásnál 2%-os borsoldattal öblögetjük a szemet. Ezek itt rendelkezésünkre is állnak, ezek az oldatok, és ez pedig ugye a szemöblítő pohár, hát nem fog erre sor, de azért ismerkedjetek meg vele. Ezt a szemöblítő poharat még otthoni használatra is lehet, tehát nem csak laborban használható, hanem valakinek szemgyulladása van, vagy a szem allergiás a szem, és akkor egy áramlítő folyadékot szeretne használni, akkor ugye meg kell tölteni, szemre helyezve, hátra, illetve a fejet pislogva folyadékot át lehet öblögetni a folyadékkal a szemet. Nézzétek meg, mindjárt ezt is elmondom. Jó, itt ugye ezen a képen látjuk, hogy védőszemüveget, gumikesztyűt használják, tehát valószínűleg töménysavval és lúggal dolgoznak. Itt pedig ennek a szemöblítő pohárnak a használatát mutatja. A szárba jutott marhóanyagokat azonnal köpjük le ki, lenyelni nem szabad. Savmarás esetén 2%-os nátriumhidrogén karbonát oldattal, lúgmarás esetén 1%-os ecetsav oldattal öblögessünk. A gyomorba jutott marhóanyagot sok vízzel hígíthatjuk, savakat magnézium-oxid péppel, lúgokat ecetes vízzel közömbösítsük. Hány tartani tilos? Miért? Mert ugye ez lenne logikus számukra, hogy hát a pohárnya ki, meg legalább így van, tehát hol halad? A nyelőcsöveivel, a nyelőcsövek marnát, ezért nem szabad. Vágott sebből hagyjuk a vért kicsulogni, ugye itt is az az előtt, hogy így a bekerült szervezanyagok is eltávolodnak, majd mossuk le a sebet hideg vízzel. Miért hideg víz javasol? Hogy hát a hideg az erekre? Összehúzza az ereket, ijesztő hatáson a hidegnek, így van, és ugye így könnyebben eláll a vérzés. Hidegen test van a sebbe, főleg a műegszilánk, ugye semmiképp sem próbáljunk mi magunk eltávolítani, mert még lehet, hogy némi érdekelő, vagy még rosszabb helyzetet igézünk elő, csak orvos távolíthatja, ugyanúgy a szembe kerülő hidegenanyagokat is. Áramütés esetén legfontosabb a sérült azonnali kiszabadítása az áramkörből, ugye ez az áram kikapcsolásával, csatlakozó kihúzásával, biztosíték
kiiktatásával, a sérült és a vezeték száraz ruhával vagy fa segítségével történő szétválasztásával. Nagyon fontos, hogy közben ne érjünk a sérülthöz vagy földel fémtárgytól, mert ugye bennünket is áramlítés érhet. Ha baleset történik, fontos, hogy őrizzük meg nyugalmunkat, és azonnal értesítsük az órát, tartó tanárt, laboránst, vagy tanárainkat. Hát itt mutatja az ábra, hogy ugye a szervezetünkben lévő folyadék, a vérünk nagy része ugye víz, ami különböző ionokat tartalmazért, és azért ugye a testnemeink is vezetik az áramot. És az előbb kérdezte tanárnő, a víz vezeti az áramot? Tanárnő nem bizonytalanítjuk, de igen, nagyon jó kérdés. Miért? Tehát vezeti az áramot? Nem, csak a... Tiszta víz az a víz, amit használunk, ami a csapból jön. Csak víz molekulákat tartalmaz-e? Na, akkor ezt az alapján válaszoljátok meg. És, folytassuk tovább a mondatot. És. Na, milyen víz ez? Só. Sós víz, így van akár, sőt nem kell feltétlenül olyan sorban van, lehet. Zor. Így van, tehát azok a vizek, amik nem is vizek, hanem oldatok. Mondjátok egy ilyen? A legközönségesebb olyan víz, ami nem víz, hanem oldat. Csap víz, így van. Tehát a csap víz egész biztos, hogy vezeti az áramot. A desztillált víz, az meg nem lesz. Nyilván nekünk nem desztillált vizeink vannak se otthon, de hát lehet persze venni, vagy lehet otthon desztillált víz, de hát inkább csak vízre szoktuk ilyenkor gondolni, na az vezeti az áramot, a desztillált víz nem. Az ábrák ugye azt mutatják, hogy milyen működésbeli rendellenességek okoznak ugye áramütést, látjuk, hogyha a vezetési nórián a szigetelés megsérül, ugye vagy a konnektor ajzlat letört, illetőleg mit nem szabad konnektorhoz, ugye ez már az, hogy minden világ tudja, hogy fém eszközökkel nem szabad konnektorhoz. Ugye se jó kárját. 8. sorban várjuk a valósítanásig gyerekek, a gyerekesek a többiban, ők most áramban dolgoznak egyébként, tehát nincs áramban itt van arról, hogy tényleg a jó kárját, itt van az elektromos blokk, minden egyes asztal előtt. Ez itt szerencsére, hogy a biztonsági felület látott, de itt van a 220, annak a elég jó feszültség. Itt, amit nincsenek lefedve kivezetések, ott a alacsony feszültség, tehát nagyon gyenge áram kivéve használható, de nem jó kell kihasználni. Mert hiszem az általában nagyon jó, semmiképpen. Ez azért is mondom, tehát vigyázzálok egy kicsit, mert az első dolgát az lesz, hogy fogom vizet fülelni. És akkor azért úgy látod, hogy hát egy kicsit biztonságosabbá tettük ezt a szerkezetet itt, de ha most megnyitnám a csapot és nem lennék az a műanyag hosszabbító cső, akkor egész biztos, hogy fröcsülne, és egész biztos, hogy a kárnyra is kerülhetne. Az a víz, amiről az előbb megállapítottuk, hogy vezeti az áramot, így van, tehát ezt is azért hosszabbítottuk meg, hogy még kevésbé legyen a se veszélyesít ez a történet. Jó, tehát az áramütésről beszéltünk, tehát az ábra ezt mutatja, hogy ugye hogyan mit csináljuk, hogyan cselekedjünk, hogy egy áramütött emberrel van dolgunk, hogy mit használjuk a hölgy, aki fát, így van, tehát fát, tehát egy olyan anyagot kell használni, vagy mit lehetne még fa helyett, ami inkább van a háztartásban, már műanyag, így a műanyagok is nagyon jók, így van, nem vezetik az áramot. És mind is áll ez a könyv. Tehát így van, az is ugye a szóda jött szigetelé. Jó. Biztonsági piktogramok áttekintés, hát ezzel három ábrával már találkoztunk, a robbanó tűzveszélyes és égéstárgyaló anyagok jelzésére. És itt van, amit ugye tanárunk is említett, hogy a nyomás alatt álló gázok, malogatásanyagok, mérgek jelölése
és nem ugye más munkakörben. Kérni elképzelhető, hogy a varogatás sorjában nem van ilyen, nagyon ékszerűen. Mérgeket talán eddig is így jelöltünk, de hát most ezek van, a mérgeket minérek szekrényben tárvékkel zártanunk elkülönítve. Irritáló anyagok, emberre ártalmas anyagok és vízi környezetre veszélyes anyagok jelzései. És akkor ezzel a balesetvédelmi oktatású ügyesség. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Hát akkor már megkezdjük a munkát. Az első kísérlet gyakorlatilag a kémcső helyes használatának elsajátítása lesz, méghozzá, hogy vizet melegítünk. A kémcsőt kémcsőfogóba fogjuk, azt már jó, a kémcsőfogó talán új lehet számokat, ez egy újabb forma, tehát ha itt ezt a kis sínt a végére helyezik, akkor a végén nyitható, és a kémcső véget felüli részt fogjuk be, és a kis sínnel rögzítsük, addig tudjuk, amíg stabilan nem fog el. Meg is próbálhatjátok, jó? És akkor vigyázzál két dologra is. Az egyik, ha nem húzod elég jól meg azt a kis sínt, tehát elég közel, akkor kiesne belőle a kémcső. Ha meg túlhúzod, akkor meg szétroppantja a kémcsövet. Tehát ugye azért próbáljuk meg. Az úgy tökéletes például. Sőt, jó helyen is fogtad be. Tehát ugye nem azt szoktuk csinálni, hogy ott a kémcső aljánál fogjuk meg a kémcsőfogóval a kémcsövet, de inkább a vége felé. Jó, mindenkinek sikerült? Jó, esetleg egy kicsit följel is szeretetek. Jó, akkor a következő lépés, nekem már ez víz gondol. Víz? Töltsetek egy kis vizet a főzőpohárba. Féli. Jó, párossával dolgozok. Föl lehet most már állni, úgyis a melegítéshez föl kell állni, tehát álljunk föl. És esetleg itt az asztalon is kicsapóknál is lehet. Igen, lehet, hogy jobb lehet. Hogy csak ezt is óvatosan nyissátok, mert itt is föl csak. Jó, ha megvan a víz, akkor a páros egyik tagja, akkor félig töltse meg a kémcsövet vízzel. És akkor megvárja, míg én megmutatom, hogy hogy. Jó, hogyha megtörtént a kémcső feltöltés, akkor mindenki ide figyel majd. Jó, és akkor mutatom, hogy hogyan melegítsünk. Jó, megvárjuk akkor, aki még dolgozik. Jó, tehát akkor, ahogy mondtuk, hogy magunktól eltartva, megdöntve a kémcsövet és a oldalfalat melegítsük, mozgatva a kémcsövet. Jó, hogy ne egy helyen történjen a melegedés, hanem folyamatában. És akkor forrásig lehet melegíteni. Tehát akkor akinek a kezében nem a kémcső van, akkor a páros tagja gyújtsa meg, és akkor lehet melegíteni. Itt van egy lyukat. Hol is? Hanem társunk felé sem,
Mert hát jó, persze arra is kényesek leszünk, hogy ne korrázzuk le magunkat, de azért másoknak sem akarunk valóságot okozni. És aki már melegítette, és úgy gondolja, hogy jól csinálja, hogy cseréljünk jó hatásunkat.
megmutatta a változás, megjegyzi, hogy ilyen megyek ki az ilyen. Aki már észre nem tudja, hogy történt valamilyen változás, akkor dobja bele az oldalra. Jó, és akkor ha már nem is megkötünk a borsza szépen, ne felejtsük el. És azért azt is nézzük meg, hogy amikor beletettük a folyadékba, hogy akkor történt a változás. Ilyen nagyon, csak nem... Akkor itt
Úgy, jó, rendben van. És akkor így jó a folyamat. Más. Ugye oxigén már rendben van. Két oxigén. De itt lett két rész is, ott a másik oldalon csak egy van. Tehát hogy lesz ott is két rész? És egy kettes kell, ugye? Jó, köszönöm szépen. Jó. Milyen típusú reakció lesz? A hevítés nem teljesen fontos. Az, hogy jó, így van, nagyon jó, egyesülés, így van, ez is jó. Mert ugye honnan látjuk, hogy egyesülés? Így van, mert két anyagból egy anyag lesz, illetve még az oxigénnel való egyesülést hogy is nevezzük? Nagyon jó, így van, oxidáció. Jó, akkor ha már ezt tudjuk, hogy oxidáció, mi az az oxidáció? Így van. Elektronátmert nem tudom, hogy értelmeztétek, hogy csak a szűkebb értelmezést. Jó. Jó, akkor viszont ezt nem tudjuk meg, hogy mit képviselkedik a levegő oxigénja a rézzel. Ugye itt akkor az oxidálós, a redukáló szer fogalmát kéne tudni. De azért beírjuk, ha úgyis előbb-utóbb majd. Csak az elektronát. Jó, tehát akkor mit képviselik a levegő oxigénnyel részel? Mit csinál? Hogyha oxidáció fog folyamán? Oxidálja. Jó, majd még megismerkedtek ezzel akkor ezzel a folyamattal. Oxidálja. Tehát, hogyha oxigénnel lép reakció, akkor oxidálja. És milyen szernek nevezhető az oxigén? Az ilyen szereket oxidáló szereknek nevezzük, amely anyagot oxidál. Jó? Oxidáló szer. Na, a végén beletettük ugye a fekete színű rézoxidot. Egy oldalba. Kitaláltuk, hogy mi ez az oldal. Alkohol. Nagyon jó. Így van. És mit tapasztaltunk? Jó, hogyha pontosabban akarjuk fölírni, írjuk oda azt is, hogy milyen alkohol. Jó. Ez az etil alkohol. Így is tanulni fogjátok. Majd. Tehát az etil alkohol a fontos neve. Ez a legismertebb alkohol, nem csak ez alkohol, nagyon sokféle alkohol vegyület van a kémiával, de ezt ismerjük, ugye ez a hétköznapi, ez a legelterjedtebb. Jó, ügyesek voltatok, itt voltatjuk majd a kísérletet, de nem nincs kérdésünk. Jó, még a párunknak az ismeretés, van egy kérdésünk, nem kísérletet. Azt tudjátok, hogy ha még több vagy a természetbe erjedéssel képződik az alkohol, hogy ez hogyan történik, mi végzi az erjesztés? Miből keletkezik? Igen, mikrobák, és miből keletkezik az alkohol erjedésére? Igen, a gyümölcsöknek így van, cukorból, így van. És mellette még az erjedés során még valami gázképződés is tapasztalunk. Mi képződik? Széndioxid. Miért veszélyes a gyerekhez, hogy boros pincéje van? Mit javasol, hogy hogy menjen az gyertyával? Nem, hanem valósági. Gyertyával, miért? Az, hogy ha felhasználszik, akkor nincs olyan toxin, hogy nem tudjuk menekülni. Így is meg a gyulladást. Nagyon tájékozottak, kérem szépen. Nagyon tájékozottak, így van. Egyébként ilyen erjedés akár a szerzetükre is végre megy, de nem a hanem tejsav képződik, de az izomlázat ilyen tejsav a serjedés okozza. Ez szintén azt jelenti, hogy kevés oxigén jelenlétével
akkor nem szégnyőzik, és jól lehet, akkor ugyanúgy, ahogy szoktál, a